aki a 4 órás foglalkoztatással, ez lett a domináns. Karácsony után mondjuk egy nagyobb városban, ezres nagyságban mondták föl a lehetőségeket, tehát nem tudtak közmunkát vállalni, mondjuk egy kisebb városban is többször az embernek szűnt meg a közmunkája, de egy kis településen is mondjuk egy 100 fő, vagy közel 100 fő. Ez egy súlyos gond, súlyos probléma, 90 ezer emberről van szó, tehát nem, hogy azzal a nagy perspektívikus céllal találkoznánk, hogy itt 10 év alatt 1 millió munkahely, gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt egyesztendőben még csökkent is több területen a munkalehetőség, nőtt a munkanélküliség több esetben, itt van ciklikusság, változás, de alapvetően nincs egy kedvező tendencia, tehát az a nagy ígéret, amiről önök beszéltek, az még el sem indult, nemhogy ennek a kiteljesedését látnánk. Tehát valójában én azt látom, hogy a korábbi egykulcsos adórendszer munkahelyteremtő hatása elmaradt, sőt, ellentétes hatás alakult ki. Ez a mostani forma, amiről beszélünk, túldimenzionált, és súlyos 10 milliárdok mennek el helyi gazdaság erősítését és foglalkoztatottak munkaerőpiaci készségének fejlesztését szolgálása helyett gyakorlatilag különböző korlátozásokra, megrendszabályozásra, és én úgy gondolom, hogy ez egy tévút, aminek az árát az egész társadalom fogja megfizetni, és leginkább az érintettek. Mi ezzel szemben a frakciónk 8 órás munkalehetőséget vetünk fel, tisztességes bért, a közmunka segítségével gyarapodó tartós munkahelyet létrejöttét tartanánk fontosnak, mert úgy gondolom, hogy ez mindenki számára fontos lenne. És szeretnék kitérni arra a vitára is, ahol itt összemossunk mindenkit, aki munkanélkül van. Szerintem ez nincs jól. Nincs jól, mert gyakorlatilag ez egy filozófiájában már más, mint az előző időszak volt. Szeretném elmondani, hogy az átfogó, paradigmaszerű váltás már 2008-ban megtörtént az előző kormányzat alatt, és gyakorlatilag mink is a munkára helyeztük a hangsúlyt, arra, hogy érdemes legyen munkát vállalni, és gyakorlatilag munkanélkül korlátoztuk a juttatásokat. Egy nagyon érdekes, nagyon tanulságos itt készülve erre a mai napra, itt volt, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy a két háború közötti közfoglalkoztatási formákra valahogy rímelnek az itteniek. Ott érdemes szegények voltak, inséges szegények voltak és munkakerülők. Az érdemes szegények azok segélyt kaptak, de nem voltak képesek munkát vállalni, az inséges szegények azok regisztrált munkanélküliek voltak, és hát a munkakerülők, akik nem voltak hajlandóak, és ma sem hajlandóak az állammal szoros kapcsolatot kialakítani a foglalkoztatás terén. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy Magyarországon azért az értelmiségiek aránya értelmiségiek körében, vagy szakképzettek körében, szakmával rendelkezők körében jelentősen nől a munkanélküliek aránya. Ők nem azok az emberek, akiről a miniszter úr beszélt. Én úgy gondolom, hogy ők nem tunya, lusta emberek. Szerintem, ha most itt lennének ebben a teremben, vagy itt a karzaton, kikérnék maguknak, hogy őket így minősítsék. És én úgy gondolom, hogy ez nincs rendjén, hogy őket is egy kalap alá vesszük azokkal az emberekkel, akik nem hajlandóak munkát végezni. Ma Magyarországon április végén a nyilvántartott munkanélkülek 57,4%-a gyakorlatilag 351 ezer fő kapott álláskeresési vagy szociális támogatást, míg 260 ezer ellátatlan volt a 612 ezer főből. Hát nem mondjuk azt ezekre az emberekre, hogy mindenkit itt egy kalap alá veszünk. És gyakorlatilag azt is szeretném elmondani, hogy az elmúlt években még egyszer sem fordult elő, hogy ilyen magas legyen az ellátásban nem részesülők száma. Ez úgy gondolom, hogy egy komoly kritika önök felé, és ezzel foglalkozni kell. Gyakorlatilag ezt a helyzetet kívánja a kormány tovább rontani azzal, hogy a jogszabályok változásával mindössze 3 hónapra csökken az álláskeresési támogatás folyósításának időtartama. Változott az álláskeresők szakképzettség szerinti összetétele, az egy évvel ezelőttihez képest
6,3%-kal nőtt a szakképzetlenek, és 8,5%-kal emelkedett a felsőfogú végzettséggel rendelkezők száma. Április végén a regisztrált munkanélküliek többsége szakképzetlen volt, 40,6%-uk legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett, 30,2%-uk végzett szakmunkásképzőt vagy szakiskolát, 14,5% szakközépiskolát, 9,3% gimnáziumi érettségivel rendelkezett, míg 5,3%-uk volt diplomás, és növekszik az arányuk. Befejezésként ennek a 15 perces blokként azt szeretném elmondani, hogy érdemesnek tartanám végig gondolni, államtitkár úr, hogy az önkormányzatok és a munkaügyi szervek között szorosabb együttműködés legyen, mint korábban, és nincs jól, hogy ez egy lazább forma lesz, mint a korábbi időszakban, és egy centralizált kényszerrendszert fognak kialakítani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, 2 perces felszólások következnek. Elsőként megadom a szót Róna Székiné Keresztes Mónika képviselőasszonynak. Önné a szó. Köszönöm szépen. Édesapám, aki történelemtanárként végigküzdött és munkára nevelő, tiszta, becsületes élet igényét hagyta nagy családjára, ezt írta. Az elvágott gyökerű fának hiába gondozzuk, hiába becsüljük leveleit. Az öregedő, fogyatkozó nép polgári ébredésére csak a sírja köszön vissza. Nincs kibúvó, sem egyénnek, sem társadalomnak, sem az államszervezetnek. Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. Válaszolj, polgári Magyarország! És az igazi válasz csak rendületlen hídből fakadhat. Ez megtanít a valóság teljes áttekintésére, az élet legfőbb értékként való kezelésére, tisztázza mindannyiunk fejében az erkölcsi értékeket. Az igazi értékismeret szigora oda irányítja az anyagi javakat is, ahol az emberi értékek születnek. Tehát nincs kibúvó, de nem is kell. Az erős hittel vállalt igazságban legyőzhetetlenek leszünk. Keresztes József, 2002. Ennek jegyében ajánlom tárgyalásra és elfogadásra az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a szót, elnök. Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, 2 perces felszólalásokat folytatva megadom a szót Vágó Gábor képviselő úrnak, LMP képviselőcsoportjából. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Én még Róna Székiné Keresztes Mónika előző 15 perces felszólalására szeretnék reagálni, amikor is a Rerum Novarumból idézett ő is, és szeretnék én is idézni, úgy gondolom, hogy ide tartozik a törvény tárgyalásához. Sőt, ezen a téren a munkásoknak olyan nagy szerepük és jelentőségük van, hogy valójában kizárólag az ő munkájukból származik az állam gazdagsága. A méltányosság tehát a munkások állami védelmét sürgeti, azt, hogy a munkaközösségre háromló hasznából úgy részesüljenek, hogy szükségleteiket lakás, ruházat, táplálkozás és egészségügyi ellátás tekintetében fedezni tudják, és helyzetük ne legyen annyira nyomasztó. Ebből az következik, hogy az államnak támogatnia kell mindazt, ami a munkások helyzetén bármiképpen is lendít. Ez a gondoskodás nem csak, hogy nem lesz kárára senkinek, hanem ellenkezőleg mindenkinek előnyére fog válni, mivel a társadalom elemi érdeke, hogy azok, akiktől oly igen szükséges javai erednek, ne nyomorogjanak. Sajnos ez a közmunka koncepció nem ennek az enciklikának a szellemében születik meg, hiszen az a 4 órás foglalkoztatásért kapott bér, ami, mivel egy családban csupán egy ember számára adatott meg, nem elégséges arra, hogy nyomorgás nélküli életet tudjon biztosítani családoknak. Így hát úgy gondolom, főképpen a Kereszténydemokrata Szövetség frakciójának jóval inkább át kellene vizsgálnia ezt a pápai enciklikát, ami még hát egy évszázaddal ezelőtt is született, de oly sok mindent mond arról, hogy a munkások védelméért igenis, hogy tenni kell. És a Fidesznek a munkásokkal kapcsolatos politikája pont arra mutat, pont ezzel az enciklikával szembe megy, hiszen minden egyes olyan védelmet, jogot megvon tőlük, ami a nyomorú enyhíteni tudna. Köszönöm a szót. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés.
Felszólása következik Stágel Bence képviselő úr, a KDNP képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! A közfoglalkoztatás módosításáról szóló TPER 3500-as számú törvényjavaslat általános vitájában azért kiinduló pontként mindenképpen rögzíteni kell, hogy az ország gazdasági helyzete a gazdasági alrendszerek számos pontján a gyökeres változtatást teszi szükségessé. Ahogy az már itt az általános vitában is elhangzott, Magyarország államadóssága 2010-re a GDP-hez viszonyítva 130%-kal nőtt. Ezért az államadóság csökkentése a gazdasági és társadalmi élet államadóság újratermelését okozó területeinek racionalizálása, átszervezése alapvető cél. A magyar államadóság 2002 és 2010 között csaknem 14 ezer milliárd forinttal nőtt, és így érte el a tavalyi év végén a több mint 20 ezer milliárd forintos összeget. A drasztikus növekedésért legfőképp a katasztrofális akkori kormányzás és a költségvetési hiány növekedése tehető felelőssé. Összehasonlításképp Szlovákia, Csehország, a balti államok, Románia, Bulgária esetében az államadóság sehol sem éri el a GDP 30%-át. A beterjesztett törvényjavaslat alapján az új közfoglalkoztatási rendszer, a korábbi szocialista kormányok pazarló és teljességgel átláthatatlan, a statisztikákat szépíteni akaró, de a munkaerőpiaci helyzeten semmit sem javító gyakorlatát válthatja fel. Csak emlékeztetőül, a szocialista kormány idején 100 ezer ember dolgozott a közfoglalkoztatásban, miközben 170 ezer érintettet meg sem szólítottak. Bár az államadósság mértéke sajnálatos módon kevés mozgásteret ad a kormánynak, a rendszer átalakításának alapvető célja éppen az lehet, hogy a hatékonyabb tervezés és pénzfelhasználás eredményeként a korábbinál több munkavállaló közfoglalkoztatásba történő bevonására nyílik lehetőség. Minden olyan kormányzati szándék és új szabályozás tehát, ami az érintettek mind nagyobb számban történő bevonását eredményezheti, egyértelműen támogatandó. Az állam egyik elsőrendű kötelezettsége a közjó előmozdítása, melyet a foglalkoztatás terén az ösztönző rendszer kiépítése jelenti. Minden magyar állampolgárt alapvető jogok illetnek meg, de az állam által biztosított juttatások egyensúlyban kell álljanak az egyes emberek egyéni kötelezettség vállalásával. Amint ugyanis az állam a költségvetési helyzetét jóval meghaladóan munkára egyébként alkalmas emberek segélyezésébe kezd, azzal összességében a legálisan munkát vállalók terheit növeli. A szubjektív egyéni jogok nem a közjónak alárendelt abszolút jogok, hanem a közjó funkcionálására szolgáló jogok. A közjó megvalósítása a foglalkoztatás politika terén is rászorul az állam jogrendjére és hatalmára. Másrészt a közjó érvényre juttatása minden jognak és politikai cselekvésnek egyedüli alapnormája kell, hogy legyen. Fontos azonban itt is hangsúlyozni, hogy az állami eszközökkel létrehozott munkahelyek biztosítása a foglalkoztatási feszültségek kezelésének csak átmeneti formája lehet. A hosszú távú célkitűzés az kell legyen, hogy Magyarországon többé senkinek ne legyen célja életvitelszerűen segélyekből élni, hanem mindenki járuljon hozzá, illetve törekedjen saját munkaerejével, az általa elvégzett értékteremtő munkával, a szociális ellátások fedezetét biztosító közösség boldogulásához. A cél elérése csak egymásra épülő társadalmi és gazdaságpolitikai intézkedésekkel, és az ehhez szükséges jogalkotási folyamattal valósulhat meg. Az adósság csökkentés érdekében felül kell vizsgálni azon állami kiadásokat, amelyek a költségvetés legnagyobb kifizető helyei. Ezek közé tartoznak a különböző munkanélküliséghez kapcsolódó segélyek és támogatások. Meg kell tehát teremteni az aktívkorú munkaképes munkavállalók mind nagyobb létszámú foglalkoztatását. Ugye ez is közismert tény, hogy Magyarország az Európai Unióban az utolsó helyen áll az aktívkorú népesség foglalkoztatása terén, csaknem 9% ponttal elmaradva a 27 tagország átlagájától. 2011. februárban álláskeresési járadékot 142 ezer, álláskeresési segélyt 88 ezer személynek folyósítottak. Az álláskeresési támogatásban részesítettek 31%-a általános iskolai végzettséggel, 52%-a valamilyen szakképzettséggel rendelkezett. A munkát kereső és különböző foglalkoztatási támogatásban részesülő személyek igen magas száma ellenére jelenleg csak 133 ezer fő vesz részt közfoglalkoztatásban. A munkanélküliséghez kapcsolódó ellátási rendszer átalakítása és a nyugdíjrendszer felülvizsgálata
a potenciális munkavállalói kör további megnövekedését is jelenti, ezért is szükséges a közfoglalkoztatás és az álláskeresőkhöz kapcsolódó támogatások és szociális juttatások átalakítása. Az álláskereső munkanélküliek ellátásának jelenlegi rendszerében a munkájukat elvesztett munkavállalók álláskeresővé történt regisztrációjukat követően korábbi munkaviszonyuktól függő időtartamra részesülnek az állami foglalkoztatási szerv által megállapított álláskeresési támogatásban. Ez alatt az idő alatt a foglalkoztatási szerv biztosítja számukra a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges szolgáltatásokat. Az álláskeresőnek kötelezettsége, hogy meghatározott időszakonként megjelenjen a foglalkoztatási szervnél, és a felajánlott megfelelő munkahelyet elfogadja. A jelenlegi rendszer ugyanakkor nem kellően hatékony, és a különböző folyósítások hosszabb időtartama miatt nem hat ösztönzően a mi hamarabbi munkába állásra. Nem kezeli tovább azt a helyzetet sem megfelelően, amikor a munkahely hiányában nem tud a munkanélküli állást vállalni. A munkaerőpiac ugyanis nem tudja az álláskeresők jelentős részét alkalmazni, a közfoglalkoztatás szervezése jellemzően lokális, az önkormányzatok által biztosított. Az országos programok továbbfejlesztésre, az ellátandó feladatok pedig kiszélesítésre várnak tehát. Az álláskeresők és a munkavilága között ezért meg kell teremteni a folyamatosabb munkalehetőséget biztosító foglalkoztatást, lecsökkentve ezzel a munkanélkül kapott jövedelemszerzés esélyét. Mivel a munkaerőpiac jellegénél fogva a nagyszámú munkanélküliek alkalmazására nem képes, állami támogatással létesített munkahely teremtésre van csak lehetőség. Azonban ennek gátat szabnak a versenypiaci szabályok. A törvényjavaslat ezért az új közfoglalkoztatási rendszerrel olyan megoldásra tesz javaslatot, amely egyrészről a támogatási rendszer átalakításával ösztönzőleg hat a munkanélkül lévők elhelyezkedésére, másrészről pedig biztosítja a munkanélküliség és a munkaerőpiacon elhelyezkedés közötti átmenetet. Fontos eleme a törvényjavaslatnak a közfoglalkoztatási jogviszonyban végezhető munkák pontos definiálása. Közfoglalkoztatási jogviszonyban csak olyan munkák végezhetők, amelyek törvény által meghatározott állami, törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok ellátására egyes közhasznú tevékenységekre irányulhatnak. Garanciális szabály azonban, hogy csak olyan munkák végezhetők közfoglalkoztatási jogviszonyban, amelyek ellátását törvény nem köti más, például közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyhoz. Ennek eredményeként kiküszöbölhető a közfoglalkoztatás keretében, hogy a különböző jogviszonyokban dolgozók helyett közfoglalkoztatási jogviszonyban dolgozókat alkalmazzanak. Alapvető cél kell legyen, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók valóban fontos és társadalmilag hasznos munkát végezzenek. Átgondolt tervezéssel és jó szervezéssel a feladatok széles körének végrehajtásába kapcsolódhatnak be a közfoglalkoztatottak, például középületek karbantartása, egyes szociális feladatok, vagy ahogy az már itt ma elhangzott, például a belvízelvezetés is egy ilyen feladat lehet. Közreműködésükkel lehetőségük nyílik olyan mára már elodázhatatlan feladatok végrehajtására, mint például a gátrendszerek megerősítése, amelyek hosszú távon nem csak a költségvetésnek jelentenek megtakarítást, hanem értelemszerűen az ár- és belvízveszéllyel érintett területrészek lakosainak is megnyugtató és végleges megoldást adhatnak. A törvényjavaslat alapján a közfoglalkoztatás működtetése továbbra is pályázati rendszerben történik majd, azonban a támogatásról szóló kormányrendeletet rugalmasabbá, a nagyobb létszámot érintő közfoglalkoztatáshoz igazodóbbá kell tenni. A közfoglalkoztatás tekintetében legfontosabb, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére ösztönző változás a törvényjavaslat ezzel kapcsolatosan ugye eltérő feltételeket támaszt, ezért is fontos az, hogy ezen minél hatékonyabban változtatni lehessen. A szabályozásnak azért van jelentősége, mert a közfoglalkoztatási munkahelyet el kell fogadni, a visszautasítás a folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás megszüntetésével jár. A szabály alól szociális szempontból egy kivétel van, ha az érintett a jegyző által igazolja, hogy a közfoglalkoztatási munkahely elfogadása családi körülményeire hátrányos következményekkel jár. Végezetül fontos kitérni a közfoglalkoztatási igazgatás rendszerének szervezési és irányítási feladataira. Nem kérdés, hogy kulcsfontosságú lesz az országos közfoglalkoztatás és az aktív korú népesség foglalkoztatási rátájának növelése szempontjából a megfelelő központi koordináció.
Ez a feladat csak erős és központosított irányítás mellett látható el. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfontosabb feladata az álláskeresést ösztönző és segítő aktív munkaerőpiaci politikák megvalósítása. Széles feladatköréből eredően megfelelő kompetenciával, kiterjedt és jól kiépített kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mely képességek alkalmazhatók az álláskeresők közfoglalkoztatási munkaprogramokra történő irányításában. A feladatok ellátásában a regionális képzőközpontok is hatékonyan közreműködhetnek. A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap, illetve továbbképzésben részesüljenek. A képzés szervezeti kereteit a regionális képzőközpontok alkotják. A közfoglalkoztatás új rendszer azonban csak akkor teljesítheti a kitűzött célokat, ha naprakész információ áll rendelkezésre az álláskeresők pillanatnyi helyzetéről, a felajánlott munkahelyekről, továbbá minden olyan lényeges körülményről, amely a munkába állásra kihat. E célt szolgálja a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázis létrehozása, mely az operatív intézkedéseken felül lehetővé teszi a közfoglalkoztatás tervezését is. A társadalmi felzárkózás szempontjából is kiemelt jelentőségű, hogy a közfoglalkoztatás során a munkavállalás szempontjából hátrányos és leghátrányosabb helyzetűek közfoglalkoztatásba történő bevonása prioritást élvezzen. Ezért a nyilvántartás tartalmazza az érintett személyek hátrányos helyzetére vonatkozó adatokat. Ezek ismeretében nyílik lehetőség a közfoglalkoztatás szervezése során az előnyben részesítésükre. Üdvözlendő, hogy a törvénytervezet a közfoglalkoztatás és a munkaerőpiacon való elhelyezkedés átmenetének elősegítése érdekében megteremti a közhasznú munkaerő kölcsönzés lehetőségét is, melynek lényege, hogy a közfoglalkoztatott is kölcsönözhetővé válik a szabadpiaci munkahelyre. Természetesen ebben az esetben a kölcsönzőnek meg kell fizetnie a munkabér különbözetet. A közhasznú munkaerő kölcsönzés előnye, hogy gyorsan tud reagálni az átmeneti munkaerő igényekre is. Összességében a benyújtott törvényjavaslat Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét figyelembe véve egy reális jövőképet rajzol fel a közfoglalkoztatás terén is. Nincs fölösleges ember és nincs fölösleges munka. A gondviselőnek mindenkivel van terve, a közösségben mindenkinek van hasznos helye. Hazánk pedig csak akkor tud kitörni az adósságcsapdából, ha sikerül helyreállítanunk a munka becsületét. Ehhez fontos lépést jelenthet a tervezett új szabályozás bevezetése, mely a jelenleg még segélyekből élő, de aktív korú embereket vezetheti vissza a munkavilágába. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, most 2 perces felszólalások következnek. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, egyelőre 4 2-perces felszólalás lesz. Elsőként megadom a szót Varga László képviselőnek, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, előre mondanám Stágel Bence képviselőtársamnak, hogy ne vegye a lelkére, amit mondani fogok, nem vagyunk mi a rosszba, de mégis amiket mondott, azok tulajdonképpen legalábbis a kívánalmai mindenképpen arra engednek következtetni, hogy ön támogatta akkor ezek szerint lelkileg az Út a munkához programot. Ugyanis amit elmondott, az nagyjából annak felelt meg. Csak hogy ebben a törvényjavaslatban sajnos nem ez van, mert hogy nem olyan méltányos munkabért kapnak ezek az emberek, és nem annyi időre, amennyiből méltóságteljes életet lehet élni, amennyiből normálisan kenyeret lehet tenni egy a család asztalára. Mit gondol, 46.800 forintból meg lehet élni tisztességgel, akár az ország másik végén munkát végezve, úgyhogy csak napi egy étkezést kap valaki? Tehát nyilván ebből olyan költései lehetnek, hogy igazán érdemi összeget nem is tud hazavinni, no pláne, hogy még ennek a bérének az egyharmadát le is lehet tiltani, hogyha van tartozása. Én azt hiszem, hogy nem túl keresztényi az sem, hogy ezt a problémát nem is a foglalkoztatási szaktárcánál, nem is a gazdasági tárcánál igyekeznek kezelni, hanem kifejezetten egy rendészeti kérdésnek tartják, így a BM-nél kezelik ezt, és hát a nyugdíjból visszakényszerített rendőrnyugdíjasok majd őrzik ezeket az embereket. Én azt gondolom, hogy a probléma az az, hogy 500 milliárdnyi összeg úgymond az adópolitikával átrendezésre került. A családbarát adókedvezményrendszer sem jött be, tehát az újabb internetes hírek szerint ugye soha nem látott mértékű gyorsulás látható a népességfogyásban.
ugyanakkor pedig a gazdagok számára kedvezett, tehát a nehéz sorsú fiataloknak sem segített ez az adórendszer. Úgyhogy bátorkodom megkérdezni, mennyire illik össze ez azzal a második Leó féle enciklikával, amit Vágó Gábor idézett. Én azt ajánlom, jön a nyár, 3-4 hét és végzünk ezzel a ülésszakkal. Szívesen látom vendégül Borsod megyében, és nézzünk körbe egy kicsit a megyében, hogy megtapasztalja személyesen is, hogy mi a helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm. 2 perces felszólásra következik. Pál Tibor képviselő úr, MSZP. Elnök úr, köszönöm a szót. Miközben Steiger Bence hozzászólását hallgattam, eszembe jutott a 3x8, ez a 8x munka, 8x pihenés, 8x szórakozás. Ez egy sláger volt. Az, amiről ön beszélt, az ön hozzászólásának a 8. percében következett be, hogy az elmúlt 8 évet előhozta. Én pedig szeretnék önnel megosztani egy 8 perccel ezelőtti hírt, ami úgy szól, hogy a fővárosban 470 pedagógust bocsájtanak el. A kérdés, hát ez a 3x8, ez persze nem lesz olyan sikeres, mint az előbb említett sláger. Az igazi kérdés az, hogy valójában ennek a 470 pedagógusnak, akinek az elbocsátásáról itt most a fővárosban döntöttek 8 perccel ezelőtt, az ő számukra mit üzen ez a törvény? Azt üzeni, hogy a közösségben mindenkinek van helye, ahogy képviselő úr mondta, vagy azt üzeni, hogy rendszeres munkavégzéssel megbecsülik őket, vagy hogy képezzék magukat, mert akkor lesz munkájuk, és akkor majd lesz megfelelő jövedelmük ahhoz, hogy megfelelő megélhetést nyújtson a számukra. Ezt üzeni az ő számukra ez a törvény, vagy nem ezt üzeni? Vagy esetleg mást, azt, amiről itt az elmúlt néhány órában beszéltünk, és amiről itt szó volt, hogy mindenkinek iskolai végzettségétől függetlenül el kell fogadnia azt a munkát, amit felajánlanak a számukra. Mit fognak az ő számukra felajánlani? Azt fogják felajánlani, hogy azokban a nagy munkaprogramokban részt vehetnek, amire a törvény megnyitja a kaput. Vajon az ő tudásuk, felkészültségük, amikor tanultak, diplomát szereztek, akkor erre gondoltak, hogy majd ezzel itt a fővárosban egy ilyen ajánlatot kapnak, és akkor majd mehetnek vidékre építkezni és építkezéseken részt venni? Azt gondolom, hogy nem erre gondoltak. Ez a törvény ezt üzeni az ő számukra, és szerintem ez nagyon rossz üzenet. 2 perces felszólásra következik Gúr Nándor képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. Sláger Bence képviselőtársam, 3 megjegyzést kívánok tenni a mondandójához. Az egyik az államadóság kérdésköréhez kapcsolódik. Tudja, nem ismétlen, nem fogom mély elemzést tárgyává tenni, de mint említettem, 4% még a korábbi 98-2002-es lakáshitelezési program eredménye. Másik 4% az ott volt a kormány átálláskor a bank kezében, az 8%, abból a 27%-os növekményből. Maradt 19%. Abból a 19%-ból a hosszú távú megtakarítások és a biztonság megalapozása érdekében a magánnyugdíj megtakarítási források növekedtek, miközben az államnak természetesen helyt kellett állni a nyugdíj kifizetések tekintetében. Ilyen értelemben a 19-ből, ha 12-t leveszük, akkor megmaradt még 7. Ezért helyt kell állni, el kell tudni mondani, hogy ez a 7%-os növekmény emögött mi húzódik meg, ez mire fordítódott. De nem 23. Na most a másik része az államadósságnak, hogy önök folyamatosan dicsekszenek, és érdemként tüntetik fel azt, ami semmi közük nincs, hogy most az államadóságot csökkentik. Hát igen, csökkentik az állampolgároktól elkobzott pénzekből, abból a közel 3000 milliárd forintból, most 1341 milliárdot, ha jól emlékszem, bepakolnak, betesznek ebbe a kasszába, csökkentik az államadóságot, és közben több mint 500 milliárd forintot, ha emléképeim megint csak nem csalnak meg, folyókiadásokra használnak fel ebben az esztendőben. Miközben Varga képviselőtársam által elmondottan a személyi jövedelemadó rendszeren keresztül másik 5-600 milliárd forintot vettek el. A másik dolog, ami a közfoglalkoztatást érinti, fele pénzen dupla foglalkoztatást akarnak csinálni. Mondtam, negyed pénzen akkor 4-szer annyit, 0 forinttal meg mindenkinek a foglalkoztatását. Az utolsó mondatom pedig az, szégyen teljes az, hogy a leghátrányosabb helyzetbe került embereknek nem akarnak segíteni. A fiatal, majdani munkavállalók, a 35 év alatti iskolai
iskolai képesítés nélkülinek ezen rendszer keretei között nem biztosítják azt, hogy megszerezhesse azt a minimum képesítést, ami azt követően a szakmai képesítés megszerzését alapozza meg, hogy a munkaerőpiacon dolgozni tudjanak. Elnök úr, köszönöm szépen megtisztelő figyelmét, lehetőség. 2 perces felszállása következik. Szűcs Erika képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Kénytelen vagyok megint elmondani azt a jelzőt, vagy szót, amit a vezérszónoklatban, hogy ébresztő. Nem a segélyezési rendszer átalakítása van napirenden. Azon már túl vagyunk 3 éve, az alapelvek